Gyorsan terjed a koronavírus Magyarországon. A legfrissebb reggeli adatok szerint újabb 844 embernél mutatták ki a vírust, öt idős krónikus beteg pedig elhunyt. A szakemberek szerint nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy mindenki szigorúan tartsa be a kötelező maszkviselés szabályait a tömegközlekedési járatokon és az üzletekben is. Százak fertőződnek meg naponta az új koronavírussal Magyarországon, ezúttal újabb 844 embernél mutatták ki a vírust. A hétfő reggeli adatok szerint az aktív fertőzöttek száma 8394-re emelkedett. Öt idős, krónikus beteg meghalt, így összesen 642 halálos áldozata van a járványnak. 287 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. A szakemberek továbbra is azt kérik, hogy mindenki tartsa be az óvintézkedéseket. Ezek közé tartozik például a maszkviselés. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője az m a maszk helyes használatára hívta fel a figyelmet. Ezeket úgy kell felhelyezni, hogy előtte lehetőleg tisztítsuk meg a kezünket, utána ne fogdossuk össze mindkét felületét, hiszen ez úgy van kiképezve, hogy azért a nedvesség hatására például ezek a sebészi maszkok az, a szűrőképességüket gyengítik. Úgyhogy úgy helyezzük fel, hogy az orrnyergünkön egy kicsit megnyomjuk, valóban az a cél, hogy az orrot is és a száját is vegye, sok helyen látszik, hogy valahol az állám fityeg az illetőnek a maszka, ami olyan, mintha nem is lenne rajta. Tehát valóban takarja az arcot, és amikor levesszük, akkor lehetőleg úgy vegyük le, ha az egy fertőző anyag lenne, tehát helyezzük zárató szemetesbe, és ismét mossunk alaposan kezet. A koronavírus fertőzöttek számával a mintavételek száma is nő Magyarországon. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint az elmúlt héten több mint háromszor annyi mintát vettek le a mentők, mint korábban. Most már több mint 2500 az a mintavételi szám, amit naponta elvégeznek a bajtársaim a teljes országban. A koronavírus gyanús esetek mintavételére plusz kapacitásokat is beállított a mentőszolgálat, így akár 24-48 órán belül kiérkeznek a mentők a mintavételre. Erről beszélt az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az m 1 Csató Gábor elmondta, vannak olyan egységek, amelyek egy nap alatt 30 mintát is le tudnak venni. Alapvetően minden autónk, ami a mintavételezést végzi, az csak és kizárólag a mintavételezése van, pontosan amiatt is, hiszen ők találkozhatnak koronavírus fertőzött beteggel, így nyilvánvalóan minimalizálni szeretnénk annak az esélyét, hogy ők megfertőzhessenek akár más bajteseket, vagy más betegeket. Tehát nem riasztjuk azokat az autókat, akik a mintavételezésben részt hogyha ők belefutnak egy balesetbe, akkor természetesen ők a szakma szabályai szerint el fogják látni azt, de a mentés és a mintavételezés az két külön történet a mentőszolgálatnál is. Továbbra is számíthatnak a magyar emberek, a magyar honvédeknek a közreműködésére. A koronavírus elleni védekezésben továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be a honvédség, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az m Továbbra is biztosítják a katonák azokat a humanitárius koridorokat, amin az áruforgalom, illetve az forgalom bonyolódik le, és bármi olyan feladatban, ami szükséges annak, hogy a második hullámon is túl tudjuk tenni magunkat, egy nyugodt védekezéssel, úgy, hogy az ország az továbbra is működőképes maradhasson, figyelve arra, hogy nehogy megbénuljon a gazdaság, nehogy megbénuljon a mindennapi élet. A katon... Emellett fertőtlenítik az idős otthonokat, és részt vesznek a kórház parancsnoki feladatok ellátásában és a stratégiai fontosságú magyar vállalatok működtetésében is.